Hello, Enikő, biztos láttad már az imádnivaló csirkéket, amelyeket magammal hoztam. Igen! Oh, csirkepet! Csirkepet! Nos, üdvözlök mindenkit ebben a mai Star Stable online videóban, amiben az e-heti frissítést fogjuk megnézni, amiben a jelenleg is bent lévő vadnyugati táborhoz kaptunk frissítést, új napi küldetéseket, új lehetőségeket, hogy másféle módon is zsetonokat szerezzünk, új petet, és egy új funkciót, amivel a lovadnak tud szerezni XP-t, úgyhogy nézzük is meg. Itt is a legfrissebb híreknél a vadnyugati tábor elhozza a futózáradást Jorvikra, méghozzá most először. Azta, edz, hogy te legyél a legjobb lóidó már. Húha. Igen. Úgyhogy tudjuk futószárazni most már a lovakat. Úgyhogy nézzük is meg. Nos, ahhoz, hogy futószárazni tud a lovad, ahhoz ide le kell jönnöd. És ez le kell jönnötök. Sorry. Le kell jönnöd ide Beatrice-hoz. És vele kell beszélni. Hello, Enikő, látom, te is úgy döntöttél, hogy a forró nyári napokat itt töltöd a farmon. Ha van néhány perced, mutatok neked egy gyakorlatot, amely számtalan módon használva válhat Spider Knight barátodnak. Futózárazás a neve. Ja, pont futózárazás a neve. Néha órák előtt ezt csinálom, hogy el van bőlegethessen, és kiadhassa magából a fölösleges energiát. Amúgy ez true. Lovagláson kívül is így is lehet edzeni a lovat. Valójában fiatal lovak esetében gyakran használják a futószárazást, hogy megtanulják a jelzéseket és izmosodjanak, mielőtt először felül rájuk valaki. Bizony. Lovak nem csak úgy magukat sétálgatnak, ám körbe-körbe körülöttünk. Megfelelő jelzéseket kell adnunk nekik, hogy megértsék, mit kell tenniük. Ha azt akarjuk, hogy gyorsabb járműre váltsanak, azt jelezniük kell nekik. Ha azt akarjuk, hogy nagyobb köröket tegyenek meg körülöttük, kiengedjük egy kicsit a futószárat, és testvezetődünk és hangunk, segítségével pedig megkérik alatt, hogy menjen kijebb. Szeretnéd kipróbálni megnézni, hogy megy? Aha. Azt a mindenit. Irányítás. A VSD. Billentyűkkel adhatunk jelet. Kezdetnek utasít a lovat, hogy váltson lépésre. Akkor mondom a... Aha. Na. Ja, a D-vel megy előre, nem a W, a D-vel tudjátok előrehajtani a lovat. Oké. Okay. És most lépnünk kell. Nagyszerű, a lovat gyönyörűen hallgat rád. Most engedd utána a szárat, hogy egy kicsit nagyobb legyen a kör. És a V-vel, a dupla V-vel lehet kiengedni. Na, maradj ott, bocsánat. Csodás, most pedig utasítod a lovat, hogy kezdjen ügetni. Ez nagyon komoly. Engedd ki még jobban a szállat, hogy Spider Knight nagyobb körökben mozoghasson. Ez baromira tetszik. Mi az? Mi a fene? Remekül megy. Hoppá! Látod ezt? A lovak gyakran hajlamosak járműt váltani, vagy egy kicsit módosítani az útvonalat. Ezért futószárazás közben mindig koncentrálja a feladatra, és adj elegendő jelzést a lovadnak, hogy tudja, mit kell tennie. Máskülönben előfordulhat, hogy egyszerűen fogja magát, és megáll. Akkor most utasítsd a lovat, hogy váltson vissza ügetésbe. Aha. Ez komoly. Ez nagyon-nagyon tetszik. Ja, fene, Star Stable. Te és Spider-nek gyönyörűen dolgoztak együtt, most pedig hozzuk egy kicsit szorosabbra a kört, a lovat pedig haladjon lépésben. Szorosabbra a kört, és visszavesszük. Mi volt ez a hang? Nice. Született tehetség vagy. Most fejezzük be, és ne feled Spider-nek barátod megkínálni a jutalomfalattal, amiért ilyen szépen dolgozott. Ez nagyon jó. Gyere, paci. Ez jól ment, nem igaz? Szeretnéd futószerezni a lovadat, csak gyere el hozzám. Úristen, megcsinálom még egyszer. És ebből is kapunk zsetont? Oké. Okay. És ahogy olvastam... Na, hello. Ahogy olvastam a weboldalon, attól függ, hogy mennyiszer áll meg, vagy mennyiszer vált jármódot, hogy mennyi a fegyelem, és az irányítás statisztikánk.
Tehát azt hiszem, ez karakterfüggő. Jó, ki kéne menni a legszélsőre. Uszi. Na, hello. Ja, és még azelőtt kell sávot váltani, meg lépést módot váltani, mielőtt elérnénk a kis kört. Ugyanez volt a dillavaglásnál is, úgyhogy ez tökre jó. Nagyon szuper! Hé, hova vágtázol? Csőt, sigalom, nyugalom. Nyugalom, csigavér. Hello! Dikkazaló, hello! Mi az Isten, te jó ég! Nagyon vadóc. Spider Knight. Póklovag. Fogd vissza magadot. Most már. Mérges leszek. Nem lesz ebből jutalomfalad. Tudnám, mi az a koncentrál. Szerintem az lehet az idősebb, hogy meddig kell csinálni. Talán. Vagy annyi időnk van megcsinálni. Hello. Hello. Jaj, vannak szívecskék fölötte. De kis cukker. Hello. Na, hát ott, na. Pont a, itt, hogy hívják őt. Gyere beljebb. Azaz. Kifele a külsőre, külső körre. Szuper. Befele. Ügetünk, és vagyunk még egyet beljebb. Hát ez nagyon baba. Hello, hova mész? Azt nézem, hogy hiába nyomom az F1-et, a felhasználó felületet itt nem lehet... Hello. Itt nem lehet elrejteni. Hoppá. Na, hát gyerünk már. Viselk ennyi rendesen. Szóval nem lehet elrejteni, amit egy kicsit sajnálok, mert például a... az ilyen roleplayekhez, vagy videó, filmekhez, sorozatokhoz, amiket elsősorban szoktak csinálni, azt szerintem tökre szuper lenne, hogy ezt meg lehet csinálni. Hoppá. Ez nagyon menő. Gyere, packó. Nem akar jönni. Na mindegy, akkor bemaradsz. Úgy látom, sokkal jobban csalod, mint én. Gondolod? ez nagyon-nagyon tetszik. Ez nagyon... És low XP-t is kapunk belőle nyilván érthető okokból. Jaj, baszki. Úgyhogy ez nagyon tuti. Úgyhogy így néz ki, így lehet ezt irányítani. Nektek mi a véleményetek róla? Nektek tetszik? Nekem őszintén nagyon-nagyon bejön ez az egész, és remélem, hogy bárhol, ahol van ilyen körkarám, ott lesz erre lehetőség. Ha nem is ad low XP-t, de hogy ezt a funkciót lehet használni. Mert szerintem ez nagyon, nagyon tuti lenne. Nyilván érthető okokból, mivel a Star Stable mindig azt akarja, hogy vásárolj, és költsed a pénzt. Új felszerelést és kedvencet, kis állatot raktak be, úgyhogy azt meg is nézzük. És azt hiszem itt lehet talán, Grigoltusnál. Ezt nem tudom, hogy tudtam meg. Hello, Enikő, biztos láttad már az imádni való csirkéket, amelyeket magammal hoztam. Igen! Oh, csirkepet! Csirkepet! És azt mondanám, hogy akár te is kaphatnál előlük. Igen! Úgy hallottam, a csirkék népszerűek kedvencek manapság, és nem is csodálom. Ezek az apróságok már egy ideje nálam vannak, és nagyon indesek, de már így is van épp elég dolgom velük, úgyhogy ideje, hogy új otthonra találjanak. Hát azért hoztam el őket ide, hogy új gazdára lejjenek. Érdekel a dolog? Of course, teljes mértékben. Úristen, valaki belebuggolt az izénbe. Nem látom Grigoltusot. Egyik kedvence rengeteg munka van, főleg egy csirkével. Egy kedvence. Ezért aztán, hogy maga megbizonyosodjak arról, hogy hajlandó és képes vagy rászállni a szükséges időt és erőfeszítést, a csirkékkel cserében némi aranyat kell majd gyűjtened. Úristen, nem Starcoinsba fognak kerülni? Vagy... remélem, hogy ez is nem a második, amire gondoltam, vagy ahhoz, hogy meg tudd őket venni előtte. Aranyrögöt kell adni, mert ha igen, akkor nagyon mérges leszek. Már most is bízom benned, hogy egyszerűen gondjuk a földi sejt, de tudod, hogy van ez biztos, ami biztos. Te, Geri, ne idegesíts föl.
A tábor végéig itt lesznek, ha érdekel. Sok sikert, Enikő. Úristen! Egyet meg is tudok már venni. Ez egy kis barna csirke. Te jó édes Isten. Mother Clucker visszatért, úristen. Meghalok. Hagyd nagyítsak rá. Isten, úgy laggolok ennyi embertől. Úristen, ez a csirke nagyon cuki. Mi a szar? Meghalok. És még van másik, egy másik színű is van. Ja, kiválaszthattam volna, hogy melyik legyen. Van fehér is, ezt is megveszem. De nem is baj, hogy a barnát vettem, mert Mother Clucker az Alicia karakterben úgy is, hogy hívják. Barna. Úristen, ezt meghalok. És ki is lehet rakni? Hoppá. Befosok! Nem bírom! Ez kurva édes! Hát hogy szedi a kis lábacskáit? Nem tudok rá nagyítani rendesen. Nézzétek meg, milyen cuki! Megőrülök! Hát ez nagyon jó. És ingyen. Jó, oké, nem ingyen van. Ezt nem tudom azt mondani, hogy ingyen van. De konkrétan nem kell érte valódi pénzt költened. Tehát csak azért, mert ha feljössz és játszol a játékkal, részt veszel az eventen, kapsz egy petet. Hát ez mennyire jó már végre, SSO. Végre. Ezt nem hiszem, mert a peteknek pont ez lenne a lényege, hogy azért kapsz meg egy petet, mert te aktívan játszol a játékkal, és időt ölsz bele, és energiát teszel bele. Nem azért, hogy 400 SC-re egy ilyen faszon pandaráját megvegyél. Úristen, ez te tetszik. Na, ezt nagyon adom. Úristen, végre. Végre valami olyan, ami... Hogy úristen, tudok szintet lépni. Miért laggolok ennyire? Úristen, én megőrülök mindjárt. Borzasztó. Imádom. Megőrülök, kell ez a fehér is, össze fogom farmolni. Tudtam én, hogy jó ötlet megtartani az aranyröngyeimet. De szuper! Úristen, ennek de örülök. Ja, meg még vannak itt, hogy hívják a kis, azt hiszem. Valahol kell lennie még nyeregtáska felszerelésnek is, azt nem tudom, hogy hol van. Zsetonos kisállás kell. Ja, itt van. Látom. Beszarok, van egy csirkém, nem hiszem el. Vidéki parontyok. Á, itt vannak, itt mindenfélét lehet. Na, és ezek, ja, ezek is zsetonba kerülnek. Úristen, köszönöm szépen, Starcyba, köszönöm szépen végre. Istenem, nem Starcoinsban kell vásárolni szaros peteket, aminek konkrétan semmi értelme nincsen. Nem ad semmi bónusz, nem ad semmit konkrétan. És pénzbe kerülnek, és végre nem konkrét fizető eszközzel kell megvenni, hanem az energiáddal veszed meg azt, hogy te belerakod az energiádat a játékba. Csííííí! Úristen, ez de jó! Megbolondulok. Imádom azt a csirkét. Nem is fogom soha többet lecserélni, innentől kezdve. Imádom. Na, de ezen kívül a csirkéken és a csákányokon kívül, amit meg tudsz venni, azokon kívül még van még többféle napi feladat, és a verseny nyári zsetonokért, az pedig a minkánál, ott fönt, itt, ha ezeket megcsináljátok, akkor azokért is tudtok zsetont szerezni, úgyhogy azt is megcsináljuk, meg a napikat is most akkor megcsinálom közösen veletek. Vegyél át szállítmány, ide lehűlni egy kicsit, ez az egyik új feladat. Már nem is emlékszem, mikor volt utoljára ilyen meleg a szársanyfarmon. Valaki elkísérni a lovakat az istállótóhoz, hogy lehűtsék magukat. És hozzá fát a régi bányából. Oké, a lovasat megcsinálom most. Megnézem, hogy az milyen. Itt van. De jó, nem is kell szállnom. Jaj, de cukik vagytok. Na menjetek csak. Nem tudok titeket jobban hajtani? Mennyire tetszik amúgy ennek a lónak a sörénye? De jól áll neki. Na, gyerünk. Indulás. 1-2. Nem állunk meg, megyünk pancsolni. Látom, mások is itt előttem éppen a napi küldetést csinálják.
Liba sorban egy-kettő. Aj, de idegesít, hogy ennyire távol vagytok egymástól. Nincs meg a ménes szellem? Csorda szellem? Jaj, neked idáig kell elmenned, komolyan? Neked ide külön kell menned? Na, ennyi? Itt jó? Az az egy, az egy fekete, az is emo. Istenem. Az antiszociális. Na, visszatértem, leadtam a lovakat a tengerbe. Ops. Köszönjük, hogy ide hallom a boldog nyerítésüket. Jó füled van. Én úgy érzem, hogy ez egy tökre jó update volt. Most ezen a héten is. Főleg amiatt is, hogy mit meg hogyan adtak a játékba. Tehát ez, én nagyon-nagyon féltem attól, hogy a csirkék ilyen, azok is ilyen 400 vagy ilyen 500 esztébe fognak kerülni. Szóval számomra ez egy nagyon-nagyon nagy pozitívum, hogy nem Starcoins az ára, hanem aranyrög. És lehet, hogy most így néhány ember fogja mondani, hogy jaj, milyen sok kell hozzá, 3333. De őszintén, én egy nap alatt összegyűjtök egy ezrest, úgyhogy játszom egy órát a játékkal. Szóval, azért szerintem ez annyira nem nehéz, sőt, én őszintén még akár izé 5000-ért is adtam volna. Ojaj! Mondjuk ez csak én vagyok, tehát... ja, úgyhogy szerintem tök korrekt az ára. Kivitelezhető, megcsinálható, rövid időn belül megcsinálható, nem kell több hétig gyűjtögetni. Úgyhogy ja. Ja, van csirkém. Nézd. Mind. Kurva cuki. Fantasztikus. Meghalok. Ha már úton vagyok, közben gyűjtök kis aranyat, hogyha kell a másik csirke is. Úgyhogy ja. Nice. Hú, ja, és aki nem tudta, az aranyrögökért is kapunk low XP-t. Egy darab aranyrögért két low XP-t kapsz. Úgyhogy, ja, ha egy nap összeszedsz mondjuk 100 aranyrögöt, azért 200 low XP-t kapsz. Just saying. A csirkémet megfuttatom, mert kibaszott cuki. Nem bírom, hogy szalad. Úristen, a hangjait is imádom. Mi szar. Ahogy kis ugrál, kis faragtollacskáját itt rázogatja. Megőrülök. Mondjuk nem tudom, hogy bírja a lépést tartani egy lóval, de ez biztos valami versenycsirke. Ilyen kifejezett fajta. Na, meghoztam neked is, gyors a cuccod. Szívesen, nincs mit. És akkor megnézem még a versenyeket is. Vagy igazából azok ugyanolyanok, mint eddig. Úgyhogy ott nagyon sok mindent. Tehát nem tudok újat mutatni, igazából. De azért megcsinálok egy versenyt, hogy megmutassam, hogy ténylegesen ad zsetont. Na, mondjuk legyen ez a legrövidebb. Aha, 3 zsetont ad. Ha jól tudom, mindegyik 3-at fog adni, de majd megnézem. Na, let's go, gyere csirke. Körbeviszlek egy tereplovaglásra. Farkasokkal az erdőben. Opszi. Még jó, hogy nem jött itt egy farkas, de pont most jön, jaj! Mama! Hol van? Most ez bebug volt, hogy mi történt itt? Na mindegy. Vagy ezek nem követnek? Várj, nem követnek verseny közben? Lol, de jó, úristen! Azt hittem, hogy követni fognak verseny közben, de ezek szerint akkor nem. Mert észrevesznek, de nem jönnek utánad. Úristen, és a só imádnak. Ja, szar. Ez bazi jó. Akkor legalább ezzel sem kell foglalkozni, meg nem kell aggódni ilyen miatt. Hát ez így azért megkönnyíti a dolgokat. Meg ha jól emlékszem, még azt is belerakták most a játékba. Talán, nem tudom, majd lehet, hogy nyelet eszelem. Hogyha elkezdesz aranyat ásni, bányászni, akkor sem fognak megtámadni, amíg bányászol. Azt hiszem. Oké, ez meg is van, kérem a zsetont. És akkor ezeket is, hát akkor ezeket is megcsinálom. Nem tudom, hogy csak velem van ilyen, vagy másnak is a játéka haldoklik, mert én nem tudom miért, de valószínűleg a sok ember miatt amúgy. Sőt, biztos.
olyan szintű lagok szoktak törni, hogy az amik egyetlen egyszer nem tudok játszani a játékkal, mert annyira belagol. Úgyhogy remélem, hogy ezzel is akarnak majd valamit csinálni. Mert így egy az, hogy nehéz videót felvenni, normális minőségűt, anélkül, hogy ne 15 FPS-en menjen a felvétel. Arról nem beszélve, hogy a játékélményt ugye nyilván ez tönkreteszi, és nem lesz kedve az embernek feljönnie, mert tudja, hogy egy szenvedés lesz az egész. Úgyhogy remélem, hogy nem tudom, lehet, hogy amúgy új szervert kéne már csinálni, tehát egy újabb magyar szervert. Tudom, hogy ezeket biztos drága fenntartani, meg nyilván azért, hogy ezek a szerverek működjenek, meg hogy jól működjenek, az fizetni kell. És nem olcsó egy ilyen szervert fenntartani. Szóval, valamilyen szinten megértem, hogy nem akarnak, de hogyha már ennyire elrontja a játékélményt, a szerver túltöltöttsége, akkor szerintem az egy már eléggé nagy red flag, úgymond, jelzés a játék felé, hogy lehetne ártani egy új szervert beiktatni. A többi nemzetiségű szerverek nem tudom, hogy hogy van, de kezdem úgy érezni, hogy a magyarok, legalábbis itt, nem a planeten, eléggé kezdem azt érezni, hogy ez már nem a legjobb. És az lenne jó, hogyha jönne be egy új szerver, akkor én nem mennék át, de remélhetőleg egy csomó ember átköltözne, mert hogy ott kevesebben vannak, és akkor talán egy kicsikét jobban szellősödne ez is. Úgyhogy ja, hát majd kiderül, hogy mit csinál az SSO. Wow, azt a kur... Oké. Okay. Ne fe... Ah, de ló. Ha miatt fogom elveszteni, én kiborulok. Én esküszöm, kiborulok. Hát ezt nem hiszem el. Emiatt fogom elveszteni, figyeljétek meg. Úristen, nem tudom hány század másodperc volt az, de nem néztem, mert annyira rá voltam fókuszálva, hogy minél gyorsabban bemenjek. Hú, de ló. És itt is van 3, tudom, most mennyi van? 665, ne, nem túl, nem annyira rossz. Na hát akkor ennyi is lett volna ez a frissítés videó. Őszintén nem túl sok minden jött be a játékba, a mai nap folyamában, mint hogy így elfoglaltság terén. Igen, jött be 3 új, vagy nem tudom mennyi, azt hiszem 3. Ja nem, 2, bocsánat, az úsztatás, meg a fagyújtés, ez a 2 jött be, de az a baj, hogy annyira sok értelme nincsen, meg hogy nagyon sokkal többet nem ad a játékhoz, mert így is csak 3 napi feladatot tudsz elvégezni. Szóval igazából több feladat van, de ugyanannyit csinálsz meg. Amit egy kicsit sajnálok, örültem volna, hogyha ki tágítják mondjuk arra, hogy egy nap nem 3, hanem mondjuk 5-öt akkor, és akkor több feladatot tudsz csinálni, több elfoglaltságod van, több aranyrögöt tudsz szerezni. Úgyhogy ja, meg ugye a versenyek most adnak zsetont, az is tökre szuper, de az sem új dolog. Ezek is már régóta benne vannak játékban. Ez egyedüli új funkció igazából a futószervezés, ami tökre jó, és nekem nagyon-nagyon tetszik az, ahogy működik. Szóval ezt tökre jól eltaláltak, de hát nyilván ez most így annyira nagy update nem volt, de én meg vagyok ezzel elégedve. Szóval ahhoz képest, hogy az előző heti ez mennyire nagy volt, szóval így el tudom azt nézni, hogy most csak ennyi. Ennyit kaptunk, így is lehet mit csinálni. A csirkéket is lehet farmolni, nekem már csak egy csirke kell, hála jó égnek. Úgyhogy ja, ez nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik. A csirkék a kedvenceim. Az, hogy a csirkéket aranyrögér meg tudod venni, ez a baromi jó. Imádom. Köszönöm szépen. Ilyet még többet. Jó? A jövőben. Köszönöm szépen. Na jó van akkor, ha tetszett a videó, lájkold, ha nem iratkoztál fel még, azt is megtudod, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!